Folytatom a zsoltárokról való elmélkedést, illetve a bevezetést, mert a későbbiekben majd egy-két zsoltárnak alaposabb vizsgálatával szeretném közelebb hozni a zsoltárok ismeretét, lelkületét mindannyiunkhoz, de most még ezt az alkalmat is a zsoltárok általános és lelkiségi teológiájára szeretném fordítani, kapcsolódva az előzményekhez. Említettem már, hogy mind az Ószövetségnek, mind az Új Szövetségnek közös imádságai a zsoltárok, de mi ezt mindig már az Új Szövetség fényében, új szövetségi olvasatban tesszük. Éppen ezért különleges színeket kap, és különleges aktualitást is, ami egy zsidó ember számára még elérhetetlen, hiszen számára még ezután jön a Messiás, és egyáltalán a föltámadásról csak a végső időkre vonatkozóan van hite. Nem úgy, mint mi, akik hiszük, hogy Jézus Krisztus föltámadt, és az ő sorsában beteljesedtek a zsoltárok, és ő maga is ezt imádkozta. Éppen ezért számunkra egyfajta szemüveget jelent már. Valamiként úgy vagyunk, mint a régi papírokat, hogyha megnézi az ember, akkor látja a vízjelet benne. Tehát, ha mi magunk elé tesszük a zsoltárt, az Ószövetség imáját, benne van a vízjel, ott van az a krisztusi gondolat, ami majd a későbbiekben bontakozott ki. És ugyanúgy, ahogy a zsidók tudták fejből az ószövetségi zsoltárokat, ugyanúgy tudták a keresztények is, és meg is őrizték. Amikor elszakadtak a zsinagógától, hát ez a Krisztus utáni 70-es évben már bekövetkezett, hiszen Krisztus születése utáni 70-es évben, mert már a templomot is lerombolták, már nem jártak fel a templomba, de nagyon sok elemet őriztek a zsidó gondolkodásból, liturgiából, de legfőképpen a Szentírásból, így megőrizték a zsoltározás imádságát is. Az egyik zsoltár azt írja, hogy víg dicséretem napjában 7-szer szól néked Istenem. Ezt aztán átvették a keresztények is, úgyhogy az úgynevezett papi zsolozsma, amit korábban breviáriumnak mondtak, de ma már mindenütt nemzeti nyelveken imádkozzák, és gyakorlatilag mindenki hozzáférhet. Én itt egyik kötetét elhoztam és fölmutatom, mert ez 4 kötetből áll, illetve 5-ből, de 4 általában használatos, amely szentírási részleteket, olvasmányokat és zsoltárokat tartalmaz. Ez is valójában 7 részre van felosztva. Tehát van egy matutínum, egy nagyon korai imaóra, amit lehet éjfélkor is mondani, vagy éjszakában is. Aztán van egy reggeli, a laudes. Aztán a napközi imaóráknak 3 formája, egyúgy 9 óra tájban, tercia, és aztán van a déli imaóra, és akkor a szexta, és délután a nóna 9 óra. Itt ugye őrizzük a régi beosztást az óráknál, és aztán délután a vesperás, amiből a vecsernia van, ezt mindenki tudja, és hát este pedig a záró imádság, a kompletórium, ami kompletté, befejezetté teszi a napot. Na most ebből vannak természetesen kötelező részek a papok számára, amit nem szabad elhagyniuk. Korábban még bűnhöz is kötötték, bűnterhéhez, hogy annyira fontosnak tartották, hogy a papok ezt imádkozzák, és nem is szabad volt csukott szájjal, hanem fönnhangon kellett, vagy legalábbis az ajkakat mozgatva végezni. Most azonban legalább hogy a laudes és a vesperás elengedhetetlen, amit mindenképpen el kell végezni, akármilyen sürgősség van, tehát arra időt kell tudni szakítani. Csak ezt aztán még kibővítették a zsoltárokat, kibővítették Szent Pálnak a himnuszaival, Szent Páltól vett olyan krisztológiai, vagyis Jézusról szóló himnuszaival,
amik szinte, mint a zsoltárok, úgy mondhatók és énekelhetők. Aztán hozzátették a nagy keresztény zsoltárt, a Te Deumot, amelynek az eredete egyrészt ilyen legendás, hogy Szent Ambrus szerezte, amikor Ágostot megkeresztelte. Hát ez egy szép legenda, valószínűleg talán később ez a zsoltár, vagy ez a háladó imádság, de a 123-as és a 24-es zsoltár mintájára íródott, és ez is belekerült aztán a papi imádságba, de ennek a törzsanyagát 4 hétre elosztva a zsoltárok adják. Aztán ezt mindig magyarázták prédikációkban, azaz homiliákban, és úgy tartották, hogy minél régebbi egy nép, annál régebbi és veretesebb a bölcsessége. Márpedig a zsoltárok visszanyúlnak a teremtés kezdetére, tehát ez a bölcsesség, ez az igazság örök. És ezt aztán, hogy a keresztény liturgia a legbőségesebben felhasználta, különösen akkor, amikor felszabadultak az üldöztetésből, és a templomi liturgiába is beépíthették, nagyon nagy szerepet adtak a zsoltároknak, főként a húsvéti időben, de a karácsonyi időben is. Fölfedezték a zsoltároknak a pedagógiáját, amelyek nagyon egyszerűek. Méghozzá azt mondja, hogy van kétféle út az ember előtt, a jónak és a rossznak az útja. Majd amikor az első zsoltárt elmékedjük át, akkor ezt kifejezetten magyarázni szeretnék. Tehát a jónak és a rossznak az útja, és ennek megfelelő emberi magatartás, ami egyrészt hozza a rossz úton járók istentelen tetteit, a jó úton járóknak az aszketikus és felebaráti szeretettel meggyarapított tetteit, amelyben benne van a szelítség, alázatosság, igaz élet és az imádás. Annyira azonban érdemes itt is gondolni és csöppet elővételezni, elidőzni, hogy boldog az az ember, mint hogy az első zsoltár is mondja, aki tudja, hogy mi a jó, és tudja, hogy mi a rossz. Mert a mai idő embere egyszerűen vagy kétségbe vonja a jónak és a rossznak a létét, azt mondja, hogy ez ilyen egyszerűen nem ismerhető föl, és belemenekül a szkepticizmusba, nem lehet semmiről se tudni, hogy mi az igaz érték, vagy pedig azt mondja, hogy mi mondjuk meg, hogy mi az igaz érték számunkra, mi a jó. És ebből következik az, hogy mindenféle etikai területeket átlépnek, mondván, hogy az ember annyira öntörvényű, hogy ő mondja meg maga számára, hogy mi a jó. Hát ebből aztán látjuk a világnak azt a válságos állapotát, amelyben élünk, és talán soha ennyire válságban maga az ember nem volt, mint most. Minap hallottam, hogy már a gyerekeknél is a depresszió egy gyakori betegségé lett, és a közlekedési balesetek után a második halál nem a gyerekek esetében az öngyilkosság, döbbenet. És a korhatár megy lefelé. Szóval csődje a pedagógiának mindennek, hogy ide jutottunk, hogy már a gyerekek öngyilkossága megy lefelé, lassan már az általános iskola alsó tagozatos korában. Tehát lehet látni azt, hogy egy nagyon mély válságot él át a mai ember, amiből föl kellene ucsúdania, és a zsoltárok roppant egyszerűen megmutatják azt, hogy mi a jónak és mi a rossznak az útja. Az ősegyházban már észrevették, hogy ebben egy teológiai rendszer van, egy komplett teológiát ad végül is a zsoltár irodalom, ami aztán tovább elmélkedtek, mert ugye kiindultak először is a mennyei liturgiából, ami Izaiás próféta nagy látomásában realizálódott, amikor látja az Istent egy transzcendens élményben, és ott a szent-szent-szent éneket hallja, és ugye a maga méltatlanságát is észreveszi. És ebből indulnak ki, ennek mintájára alakítják ki a földi liturgiát és az imaóráknak a rendjét.
Már a zsidók is mondták azt, hogy amikor a leviták, vagyis a papság rendjéhez tartozó szolgálattevő emberek hát pihentek, aludtak, akkor az angyalok átvették ezt az imádást. Említettem, hogy az első imádság, a matutinum az éjszakában is mondható, sőt eredendően mindig az éjszakában mondták, amikor még a szerzetesség kórusimát végzett, illetve valahol még végzik is, vannak olyan szigorú rendek. Méghozzá éjfélhöz közeleső órában végezték. Ez nem csak azért volt, mert ők szerették magukat gyötörni, és azt mondták, mikor legédesebben alszik az ember, akkor bosszantsuk egymást, keljünk föl, és akkor menjünk nagy ásítozás közben imádkozni. Nem erről volt szó, hanem az ókori embernek a világképéből indultak ki. Tudjuk, azt mondta az ókori ember, hogy minden nap valójában egy életet akar utánozni. Hogy reggel fölkelünk, mint egy megszületünk. Éljük a délelőttünket, a delünket, életünk délutánját, jön az este, és jön az éjszaka, ami az ókori ember gondolkodásába a semmibe zuhanásnak, a megszűnésnek az élet állapotát jelentette. Ugye teljes sötétség volt a régi világban. Ugye Huizinga mondja azt, hogy a mai korban a nagyváros megszüntette a teljes sötétséget és a teljes csendet. Mert gyakorlatilag nincs sose sötétség, és nincsen teljes csend. Ha még egy kalocsán is éjszaka kinyitjuk az ablakon, akkor látjuk, hogy valaki mindig fönn van, égnek az utcai lámpák, és így tovább. De abban a korban, amikor teljes sötétség volt, egy dermedt sötétség, azt mondták, ez a semmibe zuhanásnak az időpontja, vagyis a halálé. És ők éppen ekkor keltek föl, hogy a halálnak ellentétjeként a föltámadt Krisztussal, mint egy új teremtmény kezdjék a napjukat. Tehát mint egy cáfolatul annak, hogy a halál az nem végleges az emberi életbe, és így is krisztusi lényé akartak lenni ezek az emberek. És nekünk a zsoltárok éppen azért, mert még ilyen gyakorlatok is hozzászövődtek és kapcsolódtak, különös magyarázatot adnak, amihez aztán még hozzájön az egyházatyáknak a nagyon sok szép kommentárja. Hát ha Isten érted bennünket, és egyszer még arra is sor kerül, akkor a patrisztikai irodalomról is majd szót fogok ejteni, de hát az egy olyan óceán, hogy abból csak valami kis cseppeket lehet kivenni majd, akkor, hogy valamennyire megismertessem a hívekkel, vagy a testvérekkel, csak hogy egy példát mondjak, hogy a 19. század közepén volt egy úr, aki elhatározta, hogy összegyűjti az ős egyház atyáit, akik görög vagy latin nyelven írtak, ezt egy Minny nevű úrnak hívták, és elkezdte nagy kötetekbe kiadni. Hát a gréka, vagyis a görög irodalom tartozt ugye a 370. kötetné, a latin szintú ugyannyinál tart, de még nem adták ki még egyszer, mert még nem került sor a teljes földolgozásra, és csak fénymásolat, most már lehet fénymásolatokat készítenek benne. Egy hatalmas irodalom ez az ősegyháznak az irodalma, amelyek végül is pontosan ezt a Krisztus eseményt, ami teológiában, emberformálásban, egyházi közösségben megmutatkozott, ezt a maguk idejében kommentálták. És ezért nekünk nagyon fontos arra odafigyelni, hogy ezek az egyházatyák bizonyos szentírási szakaszokról mit mondtak. Hát volt is ilyen törekvés. Aquinói Tamás is gyűjtött ilyet össze, úgynevezett Catena Aureát. Egy aranyláncot, amikor úgy magyarázta a szentírást, hogy minden mondathoz vagy minden szóhoz egy egyház atyának az idézetét tette oda. És ezek mind a láncszemek kapcsolódtak egymásba, tehát egyáltalán egy saját szava nincsen a szentírónak, hanem az egykor élt atyák bölcsességével magyarázta. Ugye ezt ott lehet megtenni, ahol a szent hagyomány nagyon fontos. A protestáns testvéreink, mivel csak újabban kezdik felfedezni a szent hagyományt, ők ezt kevéssé ismerték, ők ahhoz a módszerhez folyamodtak, hogy a szentírás szentírással magyarázták. Tehát
Ott volt mondjuk egy Szent Pál apostoli levél, annak megkeresték az ószövetségi pandantját, vagy egy másik újszövetségi íróit. Tehát írás írást magyarázott. Ami ilyen kép ezért több, mert teret ad annak a gondolkodásnak, ami éppen a Szentírásnak az átelmélkedéséből sarjadzott ki. No, ezt csak azért mondom, hogy ugye Krizosztomosz, aranyszájú Szent János mondja azt, hogy a gyalogosnak, földművesnek, evezősnek megvannak a dalai. Hát mind ahogy a Bartók Béla, ugye ma ilyen nap van, Bartók rádió állandóan Bartók műsort közvetít, ahogy ő felfedezte, hogy a magyarság igazi dalai a népi kultúrában a parasztok közt található meg, azoknak megvannak a sajátságos pentaton dalai, azt mondja, az Úr szöllejében dolgozóknak, mondja Krizosztomosz, aranyszájú Szent János, a zsoltárok azok, amelyek az égbe vezetnek. Tehát az életállapotoknak a megfelelő zsoltárokat ki lehet keresni. És meg voltak róla győződve, hogy a Szentírás az lelki orvosság az ember számára. És bárki megkap, bárki olvassa, persze hívő lélekkel olvassa, megkapja itt a sajátos szenvedélyének különleges gyógyító ellenszerét. Ezt már Szent Ambrus mondja, hogy szelídíti a haragot, elűzi a gondot, enyhíti a bánatot. Ahogy első alkalommal, amit még a tévé nem közvetített, említettem, hogy a Móricz Zsigmond, amikor a kisgyermeke meghalt, hogy napokig nem tudott megszólalni, de hívő református lévén, illetve az egykori teológus növendék fejből tudta a zsoltárokat, napokig csak zsoltárokat tudott énekelni, hogy a lelki bánatára orvosságot kapjon. És éppen ezért a zsoltárok a lelkeknek a nyugodalma, a béke bírója, lecsendesíti a zavargó, hullámzó gondolatokat. Még azt is mondták, hogy az ördögöket megfutamítja, és az angyalok segítségét megszerzi fegyver az éj félelmei között, megpihenés a nappal fáradalmaiban. Ezt még már Nagy Szent Vazul egyházatja mondja. És ők meglátták azt, hogy az Isten szava a Szentírás, tehát nem pusztán az emberé, hanem elsődlegesen az Istené, és éppen ezért, hogyha már a Szentírásnál vagyunk, lehet azt mondani, hogy a leglíraibb része a Szentírásnak a zsoltár irodalom. Általában a világ az énekek énekét szokta betenni, a leglíraibb részek miért, megvan az egyszerű oka, mert ez egy szerelmes történet. Ami benne van a Szentírásban, úgy is, mint az emberi létnek egy fontos komponense, és amely alkalmas arra, hogy egy magasabb szinten az Isten és az ember, az Isten és egyháza közti kapcsolatot is szimbolizálja. De a világ úgy gondolja, hogyha megkérdezik tőle, hogy melyik a leglíraibb része a Szentírásnak. Hát a legtöbb bölcsész azt mondaná, hogy az énekek éneke. Nem az, hanem a zsoltároknak a könyve. De a zsoltárok könyve pontosan ugyanazzal a képességgel rendelkezik, mint a versirodalom. Mert lehet, hogy egy nagy regénysorozatot egy gyönyörű szép vers sűrítve vissza tud adni. Mert benne van egy hatalmas nagy életérzés, egy nagy tapasztalat, és éppen ezért, aki szereti a verseket, az egy mindig egy sűrített irodalmat tud olvasni. Mondja is Pilinszky, hogy nem az számít, hogy egy madár mennyit verdes, hanem milyen magasan van fönt. És ugye vannak a madarak, hogy kitárjesztik a szárnyukat, és szinte nem is csapdosnak, fönt vannak a magasságban, hogy kevés szóval sokat mondani, ez a lírának a sajátsága. És pontosan így van az irodalomban is, vagy a Szentírás irodalmában is, mert amíg egy történeti könyv, egy Sámuel, vagy Józsué, vagy Királyok könyve égtelen hosszan sorolja, hogy ez kedves volt az Isten előtt, nem volt kedves, elmondja jó és rossz tetteiket, az első zsoltár egy hús sorba ezt lerendezi. Tehát sűrít ugyanúgy, ahogy a vers irodalom. És éppen ezért azoknak lehet ajánlani, akik szeretik a verseket. Csak sajnos, hát most már kikopóban van az az ember típus, aki a verset olvassa, kezébe veszi, és mint egy napi szükségletévé válik, hogy valamiféle verset olvasson. Mert az emberek már regényeket sem olvasnak, ami könnyedebb, nemhogy verseket. Pedig
a vers az sokkal inkább összetud valamit foglalni. Hát így van a Zsoltár irodalommal is, és hogyha már most így a Szentírásba belehelyezettem, elmélkedünk róla, akkor azt kell mondani, hogy ugyanúgy van, mint a nagy egész Szentírással, aminek nagyon sok dallama van, mert az isteni szerző nem nélkülözte az emberi szerzőt, rajta van a kornak a történetisége, de ahogy egy zeneműnél nem egyetlen dallama fontos, hanem az egész, és az bontja ki az egész, az adja vissza a harmóniát. Tehát egy D-moll tokkátának a dallamát el lehet fütyülni, de hát azért az nem ugyanaz, mint amikor halljuk, ugye, Vilmos atya tolmácsolásában, az orgonán. Mert ott az egész számít. Hát itt is így van, hogy az egész. Éppen ezért az biblicizmus, aki a Szentírásból csak kiragadottan idéz, az ördög is tud a Szentírásból idézni, ugye, ahogy hallottuk Jézus megkísértése történetében. Nekünk az egész szemléletét kell nézni, és annak a harmóniáját. De a Zsoltárok, mivel komplett teológiát adnak, éppen ezt őrzik is. Na most a Zsoltárokat, ha olvasgatjuk, hát ottan legtöbbször ilyen fájdalmas dolgok vannak, mert a panaszos ember az óhatatlanul fölkiált Istenhez, és a kétségbeesését, mint egy kikiáltja. Nagyon fontos dolog a kiáltás. Tudjuk, a kiáltás által nem csak egy fizikai fájdalomtól könnyebbedünk meg, hanem egy lelki fájdalomtól is. De ezért kiáltott Jézus a kereszten. És valahol egy megmentő ereje is van a kiáltásnak. Radnótinak az egyik utolsó versében ezt írja, vagy a Radletiszágban, azt hiszem, azt mondja, ne menj tovább, barátom, kiálts rám, fölkelek. Mikor feküdt, hogy már feladja. Ne menj tovább, barátom, kiálts rám, fölkelek. Egy kiáltás megmentő erővé válhat, ugyanígy megmentő erővé válik annak az embernek a számára, aki bánatában, bajában az Istenhez kiált. No de, a Zsoltároknak nem csak fájdalmas kiáltásai vannak, hanem vannak örömei is, éppen ezért azt is meg kell nézni, hogy mit jelent a Zsoltárokban az öröm. Azt mondja a Szent Jeromos, hát ez így latinosan jön ki jól, hogy Psalterium meum, Gaudium meum, tehát az én Zsoltárom, a Zsoltáraim, azok az én örömeim. És ez az öröm természetesen más rendű és természetű, amit általában a világ örömnek tart. Most már oda jutottunk, hogy az öröm egyenlő a jó közérzettel. Nézzük csak meg a reklámokat, jó közérzetet kell teremteni az embernek maga körül, főként az, hogy mit eszik, hogy alszik, stb. Egyéb élvezeti cikkeket keres, és a jó közérzet, annak úgy gondolják, hogy boldog. Hát dehogy boldog a mai ember, nem boldog, csak talán valamivel könnyebben él, mint korábban bizonyos szempontból. Na most ez az öröm, amit a Zsoltár ad elénk, az mindenképpen az Isten élményhez kötődik, és mivel az imádság által újra meg újra megélhető, tudnék, amikor mi a Zsoltárt imádkozzuk, nem felolvasunk valamit az Istennek, hogy na hát itt van előttem, felolvasom. Vagy még csak nem is elemzem, hanem megpróbálom saját személyes imádságommal tenni, éppen ezért ez újra megélhető. Ugyanúgy, mint a nagy klasszikus versek, amikor beleéli magát az ember, akkor ő is újra megéli. Mondjuk ilyenkor elolvassa ősz és tavasz között versét az ember Babicsnak, hogy múlik az ősz, vagy beköszönt, és elkezd borongani az ember, hogyha azt olvassa. Ugyanígy vagyunk itt is, amikor ezt magunkévá tesszük, méghozzá imádsággá formáljuk. Az első öröm a teremtésnek az öröme, amiről már múlt alkalommal szóltam, mondottam, hogy pontosan az, hogy a világ nagysága, az Isten művei, azok örömre serkentették, ihlették, de nem ilyen romantikus örömre, hanem a természetben mindig meglátták Isten hatalmas tetteit és kiáradó szeretetét. És azt mondták, hogy az Isten örök boldogsága folytatódik a műveiben. És ezért találunk a Zsoltárokban minduntalan természeti jelenségekre lebontottan háladó imádságokat. Amikor
azt kéri, hogy az eső, a hó, a jég, minden dicséri az Istent, a teremtésnek az öröme. Erről múlt alkalommal szóltam, és ez nagyon jó lenne, hogyha ezt újra felfedezné az az ember, aki csak abban a kicsiben, amit ő birtokol, abban látná meg az örömét. Sokkal jobban megajándékozottak vagyunk mindannyian, mert végül is miénk a világ. A tenger szépsége, az égboltozat, minden a miénk, vagy az Alföld szépsége, aki így tud végig menni ebben a világban. Aztán a második nagy dolog, a második örömforrás a bűnbocsánatnak az öröme. Mert azt mondják, hogy az emberi lét sok mindentől szomorúvá válhat, de legkeserűbben a bűn miatt. Na most ezt megint nem érzi a mai ember. Miért nem? Mert elveszítette az Isten hitét. És az Isten hit elveszítése magával hozta azt, hogy tagadja a bűnt. Ha mégis volna bűn, akkor nincsen számára a bűnbocsánat, és éppen ezért nincs számára a bűnbocsánaton érzett öröm sem. Szóval, hogy belekerültünk egy ördögi körben, éppen ateizmusunk és materializmusunk miatt. Holott ebből nem lehet sokáig kibújni, mert előbb-utóbb jelentkeznek ezek a dolgok, ugye? Mert azért mégiscsak, most már hallottam, hogy van bűn, megelőző, vagy üldöző államtitkár is újabban, tehát bűnüldöző szervek vannak meg. Végül is van, csak nem tudják pontosan definiálni, hogy mi a bűn. Ugye, általában mi beleütközik a törvénybe, szóval nincs meg az a bűnismeret, bűntudat, mint ami a kinyilatkoztatás alapján élő emberben megszületett, illetve ott lehet. És éppen ezért azt mondják, hogy ha egyszer bűnös állapotban vagyunk, mint egy elfordultunk Istentől, akkor az Isten távol léte is szomorúságot okozhat, de éppen azáltal, hogy megbocsájt nekünk, ezért visszatérhetünk az Istenhez. És ez egy óriási öröm. Nekünk valamiképpen így kéne a gyónásra is gondolni, mert az emberek többség általában szorong a gyónás, mert meg kell vallani a bűneit, vagy szóval mindenféle félelmei vannak, holott igazából örömnek kellene lenni, hogy az Isten megbocsátja a bűneit. Éppen ezért egyetlen Zsoltár, a 88-as Zsoltár kivételével mindegyik, hogy is mondjam, feloldódik a reménységben. A 88. Zsoltár az ugye nagyon elkeseredett módon végződik, hogy már nincs senki, mindenki elhagyott és reménytelen vagyok, de az összes többi Zsoltár az mind feloldódik a reménységben, éppen azért, hogy mindenre van orvosság. És hogyha én azt mondom, hogy mi újszövetségi olvasatban olvassuk ezeket a Zsoltárokat, akkor ezt Krisztus tanítása fényében tesszük. Ahogy ő megbocsájtotta a bűneinket, ugyanúgy nyerünk aztán mi is bocsánatot, és ennek örülni kell. És itt megint lehetne röppant mód aktualizálni mai magyar nehéz valóságunkat és szörnyű valóságunkat, hogy egyszerűen a magyar társadalom nem tisztult meg éppen azért, mert nem ismerte el a bűnét, nem kért bocsánatot, és nem tudott tiszta lappal kezdeni. Ezt valamiképpen az egyházamra is mondom. Tehát én ezt többször mondtam annak idején is már, amikor kineveztek, hogy mi egy történelmi lehetőséget hagytunk ki, amikor Mindszenty bíboros temetésekor nem tettük meg ezt legalább egy imádság formájában, hogy a múlt bűneiért bocsánatot kérünk Istentől, a megbántott emberektől, és újra kezdünk. Megtette aztán Szent Atyánk, ugye a nagy 2000. év jubileumban, és megtették külön-külön az egyházmegyei zsinatokon, mint ahogy én magam is, amíg valaki emlékszik rá, ezt megtettem. De egyébként a világ ezt nem akarja megtenni, és ezért vagyunk ott, ahol vagyunk. Aztán nagy öröm a Biblia szerint, vagy a Zsoltárok szerint az isteni irgalom, szintén az öröm forrása, ez a hesed szóval, az Isten hűségéből leszármaztatott szóval eredezteti. Az Isten nem csak, hogy megbocsátja a bűnöket, na jó van, el van engedve, hanem irgalmas hozzánk, hogy bűneire többé nem emlékezem. Óriási dolog ez, mert mi emberek félelmetesen emlékezünk a bűnökre. Ugye mondjuk is, hogy megbocsátani meg lehet, de nem kell felejteni, és így tovább, és akkor van egy családi perpatra, akkor 20 évre visszamenőleg minden dolgot fősorolunk, hogy hát te is ezt csináltad akkor, akkor mi nem tudjuk elfelejteni. Azt mondja, az Isten elfelejti. Nem úgy, hogy képtelen nem tudni
de nem hánytorgatja föl többé az embernek ezt a bűnét, az isteni irgalomnak az öröme. És hogy ennek is megvan az időszerűsége, hát pontosan most, amikor egy Faustina nővért szentté avatott a pápa, egy nagyon egyszerű apácát, akinek misztikus élményei voltak az Isten irgalmáról, és most Lengyelországban pontosan egy ilyen templomot szentelt fel, amiben mi magyarok is egy kis kápolnát építhettünk föl, hogy a világ az irgalom tanúi nélkül elveszik. Az Isten irgalmát nem vallja, és nem akarja továbbadni, vége lesz a világnak. Ameddig karcsörtetőek vagyunk, és itt mindig nem is lehet szinte elvonatkoztatni a napi helyzettől, mert itt lebeg fölöttünk egy borzalmas háborúnak a képe és félelme, amit Szentatyánk minduntalan mond, hogy kerüljék el, és a békes, és bocsássanak meg, és így tovább. Most is ugye Arafatot biztosított arról, hogy vele van még ott a fogságában is. Tehát ezt ki kell mondanunk, hogyha nincs irgalom ebben a világban, végünk van. El tudjuk pusztítani egymást, totálisan. És ez isteni irgalomnak az öröme. Ez benne van a Zsoltárokban. És ezzel lehet, mert irgalma örökké való, hogy visszatér sokszor ilyen recitáló mód, amin miért dicsérjük az Istent, mert Isten irgalma örökké való. És valójában az az ember tud irgalmas lenni másokhoz, aki érzi, hogy neki is megbocsájtottak. Ha ő tudja, hogy az Isten irgalmas hozzá, akkor ő is tud irgalmas lenni. De mivel elveszítette a mai ember az Isten hitét, nem bízik az Isten irgalmába se, és azért kegyetlen, farkas törvények szerint él. Aztán a Zsoltároknak van egy eszkatológiai öröme, vagyis az, hogy az üsztörténet az végül is valósággá válik. Az Isten házának az öröme, amit így mond az 55-ös Zsoltárban, az Úr házában lakhatom életem egész folyamán. És aztán ez áttevődik az égi szentélyre. Természetesen itten ilyen földi antropomorf képeket használ, de pontosan az üdvösségnek, a mennyországnak az eszkatologikus örömét adja az ember elé. És az Isten látásnak az öröme, az Isten szépségének az öröme. Hát ez megint egy külön fejezetet, hogy az Isten szépségének, az Isten látásának az öröme. Hogy nem csak tulajdonsága az Istennek az, hogy igaz, jó, meg szép, hanem a lényegéhez hozzátartozik, amely a szeretetben összefoglalódik. Na most, hogyha ez így van, mert el lehet-e képzelni rosszat, vagy szépet rossznak? Nem lehet. Tehát, hogy valami szép, és ugyanakkor rossz. Ilyet nem lehet elképzelni. Vagy el lehet-e képzelni azt, hogy ő agresszív és szép? Nem lehet. Annak valamiképpen a szelítsége is párosulni kell. Tehát, a szépség az egy isteni kategória. És az Isten látásnak az öröme, hogy ő fogja látni arcodnak fényét, ragyogtasd fel, és szabadulást hoz ránk, Urunk. És ez Krisztusban teljesedik be úgy is, hogy azt mondja a Szentírás, hogy a színében elváltozott Krisztus arca ragyogott, mint a nap. És az a Szent István diákonus, aki nagyon hasonlított Krisztushoz, olyannak látták az arcát, mint egy angyali. Hogy az emberi szépség az emberi arcon. Én nagyon szeretem nézni az emberi arcokat, néha zavarba is hozok másokat, azt hiszik, hogy valamit keresek rajtuk, holott én szeretem nézni az emberi arcokat. És nem a kozmetikumok által lesz valaki szép. Azelőtt abba kap egy sablont, hogy milyennek kell lenni, hogy diktálta a divat. A szépség valami más kategória. De a világ más szépségeit is meglátni, mert ezek mind a Teremtő Isten szépségének a vetületei. Hát ennek Baltazárnál egy hatalmas teológiai irodalma van. Egy proászka azt mondja, hogy örömmel halok meg, mert remélem Isten dicsőséges arcába nézhetek. Vagy egy Szent Ágoston, amikor azt mondja, hogy örök, ősi és új szépség. Milyen későn szerettelek. Hát ebben gyakorlatilag lélektani dolog van. Ősi és új szépség. Miért? Mert mi szeretjük a régi ősi dolgokat, és ugye az emberek váltogatnak sokszor kapcsolatokat, mert mindig újat keresnek. De azt mondják,
hogy valójában egy régit keresnek, hogy valamiképpen a férfiak a feleségükben valamiképpen az anyjukat is keresik, vagy fordítva. Tehát egy ősi szépség ott van, de ők ezt szeretnék mindig egy újjal fölcserélni. Aki meg váltogat kapcsolatokat, mindig egy újabbat keres, és az Istenben együtt van. Az ősi és új szépség. Milyen későn szerettelek, mondja Szent Ágoston, és ezt a zsoltárok ezt aztán szépen kifejtik, ugye. Ez mind az új szövetség fényében, amiben egyszerre benne van a kereszt, és benne van a föltámadás. És ezért tudjuk azt, a zsoltárokat egyformán olvasni nagyböjtbe, és egyformán olvasni húsvét után. Mert nagyböjtbe is ugyanazokat a zsoltárokat olvassuk, csak egy odavetett gondolattal egész más fénybe kerül a zsoltár, mint a föltámadás után húsvétkor. Tehát végül is minden életállapotra lehet használni, mert benne van egyszerre a keresztnek a mélysége, fájdalma, és benne van a föltámadásnak az öröme is. És nekünk, amikor az örömről elmékedünk, és keressük az örömöt életünkben, akkor meg kell keresni azokat a belső lerakódott lelki mély élményeket, amik ott vannak a lelkünk mélyén, és talán egy zsoltár is kipattanthat ebből. Na most én kis házi feladatot is adnék fel a következő alkalomra, hogy az első és második zsoltárt tessenek elolvasni, és hozzáfűzni gondolatokat, hogy amikor majd én azt magyarázom, akkor elmondhassák azt, pontosan ugyanerre gondoltam én is. Csak én kimondtam azt, amit tetszettek gondolni. Tehát tessenek előre ezt így elolvasni. Én most egyiket elolvasom, mert most nem sok időnk van. 2 perc, hát nem is tudom, hogy a Szent Simolnár fordításában, vagy egy új fordításban, hát legyen egy kis múlt is benne, a Szent Simolnár fordításában fogom az első zsoltárt elolvasni. Az, ki nem jár hitetlenek tanácsán, és meg nem áll az bűnösök után, a csúfolóknak nem ül ő székökben, de gyönyörködik az Úr törvényében, és arra gondja mind éjjel-nappal az íj ember nagy boldog bizonnyal. Mert ő olyan, mint az jó termőfa, amely a víz mellett vagyon plántálva, ő idejében meghozza gyümölcsét, és el nem szokta hullatni levelét, eképpen az, mint az ember végez, minden dolgában megyen jó véghez. De nem így envadnak az gonoszok, hanem mint az apró por és polyvák, melyek a széltől széllyel ragadtatnak, így az ítéletben meg nem állhatnak. Az gonoszoknak, és kik bűnben élnek, az igazak közt helye nem lehet, mert az Isten esmeri útjukat. Az igazaknak érti dolgokat, azért mindörökké ők megmaradnak, de az, kik csak a gonoszságban járnak, azoknak nyilván mind elvész az utok, mert Istennek nem kell az ő dolgok. Köszönöm szépen. Belőttük időre. Jó van, mert nézni kellett. Van-e kérdésük? Kérdésük van-e, testvérek? Nincsen. Nyugodtan meg. Ilyenkor lehet, mert közben nincs, hogy nézem kell az órát, hogy pont annyi legyen. Akkor első-második zsoltárt tessenek elolvasni, kicsit elgondolkodni rajta, hogy tudják már, hogy mi következik. Nincs, akkor be is fejezzük egy oltalmad alá futunkkal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Oltalmad alá futunk Istennek, Szentlélek. Mégiséget megnevez szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől. Mindenkor mégséges és áldott szülés. Mi asszonyunk, miközben járunk, mi szószólalunk. Engedd el neki, Fiúnak. Ajánl minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Atya. Senki nem találta ki azt, hogy hogyan lehet jobbá tenni a társadalmat úgy, hogy nincs kötelező iskoláztatás, kötelező erkölcsnek. Még senki nem találta ki, hogy hogy lehetne jobbá tenni. Van kérdés. De lehet ebben vitatkozni is, ha már értelem, hogy olyan kérdés volt, ami nem ért velem egyet, csak azért mondom, hogy a kérdést, mert ha nagy élményre számolókra szorítkozunk, vagy megengedjük, akkor soká megyünk el itt. Ha nincsen, akkor befejezzük meg magában ezt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, üdvözlégy már!
áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Vagyok.